Sokat gondolkodtam azon, hogy miről is kellene ma beszélnem. Beszélhetnék arról, hogy nőként a tudomány világában hogyan lehet helytállni. Vagy akár említhetném a kutatási témámat, és az előadás végére mindenkit meggyőzhetnék arról, hogy már pedig ez az egész társadalom számára nélkülözhetetlen és fontos. Vagy akár arról is beszélhetnék, hogy a tudományos karrier és a gyermekvállalás hogyan összeegyeztethető, ez nálunk a férjemmel manapság napi téma. De végül arra döntöttem, hogy arra fogok beszélni, hogy milyen küzdelmekkel vagy éppen kihívásokkal volt tele az út, hogy azzá váljak, aki most vagyok. Azaz, hogy honnan jöttem és hová értem el. Vagyis egy negyed pálfordulatról egy fehér köpenyben. Mióta az eszemet tudom, mindig olyan voltam, hogy célokat tűztem ki magam elé. Akár rövidebb, akár hosszabb távúakat, és minden erőmmel azon voltam, hogy ezeket megvalósítsam. Ha sikerült ezeket elérni, akkor is azt gondoltam magamban, hogy oké, de megy ez még nekem jobban is. Vagy lehetne ezt még jobban is csinálni. És ez még hozzájön az is, hogy vajon mit gondolnak rólam? Vajon mit gondol rólam a férjem? Testvéreim, szüleim, barátaim vagy kollégák az egyetemen. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy egész életemben mindig azt gondoltam, hogy mindent tökéletesen kell csinálnom. A kertészkedésen át, kutatási témám keresztül a házasságig. De mi történik olyankor, hogyha nem az, vagy nem úgy sikerül, ahogyan én elterveztem? Erről szeretnék először beszélni. Még nagyon kicsi voltam, amikor már csodálattal néztem az orvosokat a fehér köpenyükben, és elhatároztam, hogy már pedig én orvos leszek, én is szeretnék másoknak segíteni. Az első porszem a gépezetbe akkor került, mikor középiskolás voltam, és egy autoimmun betegségben elég súlyosan megbetegedtem. Az orvosok csak pár hónapot jósoltak, mégis itt vagyok. Szeretném megköszönni barátaimnak, családomnak a sok-sok segítséget, és az Egri Gárdonyi Géza gimnázium valamennyi tanárának, főként osztályfőnökömnek, Köböl Zsoltnak a sok-sok segítséget. Nélküleg biztos, hogy évet kellett volna ismételnem. Bár a betegségből kezdtem jobban lenni, mégis lemaradtam a tanulásban, bár a jegyeim jók voltak, de annyira nem jók, hogy felvegyenek az orvosira. Mikor megkaptam az értesítést, akkor éreztem, hogy ez a második porszem, de ez betalált. Akkor jöttem rá, hogy ez a sok-sok elvárás mind bennem volt, mert azt gondoltam, hogy akkor leszek szerethető, ha mindent jól és tökéletesen csinálok. Ha a betegség ellenére nekem még ez is sikerül, még az orvosira is felvesznek. Még a jelentkezéskor anyukám javaslatára az orvosi mellett a kémia szakot is beírtam, és nem mondanám, hogy kezdetben tetszett. Elkezdtem az egyetemet, de úgy voltam vele, hogy hát jó-jó, de nem adom fel, átmegyek orvosira. Ekkor történt egy dolog, ami megváltoztatta az életemet. Az az volt, hogy részt vettem az első laborgyakorlatok egyikén, és találkoztam példaképemmel, és ma már jó barátommal, dr. Ősz Katalinnal. Mert ahogy beszélt, ahogy magyarázott, annyira a szíven ütött, láttam, hogy milyen szenvedéllyel tud a kémiáról beszélni, és akkor ott valami bennem megváltozott. Még a betegségem sem, de ő tudott olyat mondani vagy mutatni, ami megváltoztatta az elképzeléseimet. Óra után oda mentem hozzá, hogy megkérdezzem, hogy lehet-e nála tudományos diákköri munkát végezni. És ő nagyon kedvesen fogadott, és azt mondta, hogy persze. Meg is mutatta a kutatócsoportjának a laborját. A mai napig emlékszem, akkor felmutatott a falra, és ott volt egy poszter, és azt mondta, ha ügyes leszel, neked is lehet ilyen. Nem kellett sok,
és meg is lett az első poszter egy nemzetközi konferencián. Ekkor fotokémiával foglalkoztam, fotokémia fényhatására lejátszódó reakciók vizsgálatát jelenti. A fény egy elektromágneses sugárzás, és van hullám és részecske természete is. Érdekesség, hogy csak a hullámhoz függvénye az, hogy éppen rádióhullámról vagy röntgensugárzásról beszélünk. Az 1-4 benzokinonok vizes közegű fotokémiai reakciót vizsgáltam, ezen vegyületek a jövőbeli napenergia hasznosítás szempontjából lehetnek jelentősek. Éppen fotoszintézisben betöltött szerepük miatt. Később már a kémia BSC-t elvégezve vegyész MSC-n folytattam kutató munkámat, és ekkor már szintén dr. Ősz Katalinnal más célt tűztünk ki, méghozzá a halobenzokinonok átalakítását. A halobenzokinonok a víztisztítás során keletkeznek, bár kis koncentrációban vannak jelen, mégis karcinogén és mutagén hatásuk ismert. Az ábrán egy mérési eredményt mutatok. Látható, hogy a vizsgálni kívánt reakció már egy szekundum alatt végbe ment. Ennek követésére egy úgynevezett stop flow mérőműszert alkalmaztam. Úgy lehet elképzelni, mintha a két reagenst fecskendőből összelőnénk pisztollyal. Majd egy gyors keverést követően már detektáljuk is a vizsgálni kívánt jelet. Az MSC-t elvégezve PhD hallgató lettem, szintén Katával dolgoztunk együtt. Ekkor már nem csak fotokémiával, hanem reakciókinetikával is foglalkoztam, a reakciókinetika pedig a reakciók időbeli követéséről szól. Eközben sok-sok konferencián vettem részt, Magyarországon, de külföldön is, Hollandián át, Lengyelországon keresztül az USA-ig. Egy-egy konferencián a poszter szekciók közben, során, az előadásokat követően van idő, hogy a kollégákkal beszéljünk, nem csak szakmai dolgokról. És ha van szünet az oktatásban, akkor kirándulni is marad idő. Hosszabb ösztöndíjakon is részt vettem, Angliában, illetve Norvégiában, de először is erről a képről szeretnék beszélni. Ez az egyik legérdekesebb élményemhez köthető, amikor az USA-ban egy Gordon konferenciára egyedül mentem Magyarországról. Ez egy vicces történet is tartozik. Férjem, aki szintén vegyész, és az egyetemen ismertük meg egymást, segített, hogy lefoglaljuk a szállást erre a konferenciára. Hát amikor a visszaigazoló e-mailt megkaptuk, akkor derült ki, hogy a tervezett helytől másfél órára sikerült a foglalás, de sajnos nem sikerült visszacsinálni. Úgyhogy egyedül, tök ismeretlenül az USA-ban, éjszaka természetesen, Uber sofőrrel utaztam. Hát voltak kételyen, de végül jól sikerült, a másfél órás utat végigénekeltük. Lenyomtunk egy Michael Bublé albumot. Ezen a képen azért mosolygok ennyire, mert életemben először ehettem homárt, és ő volt az én szobatársam a konferencián. Ahogy említettem már, Yorkban is töltöttünk férjemmel egy hosszabb időt, valamint Norvégiában. Munkát követően autót béreltünk, és felfedeztük Norvégia szépségeit, gletszereket, fjordokat, vízeséseket. Eközben sok-sok mindent tanultam Katától, emberségről, barátságról, szakmáról, az, hogy hogyan lehetek kreatív. Persze ezt még ma is tanulom. Már PhD hallgatóként órákat is tartottam az egyetemen, fizikai-kémiai laborgyakorlatokat, gyógyszerész, vegyészmérnök, vegyész hallgatóknak angol és magyar nyelven. És ekkor már saját szakdolgozóim is voltak. Próbáltam a tudásanyagot ötvözni, amit megszereztem osztályfőnökömtől, Köböl Zsoltól, szüleimtől, akik szintén tanárok, illetve Katától, témavezetőmtől. Szerintem egy egyetemi oktató feladata az, hogy megmutassa a hallgatóknak a tudomány szépségeit, és rávezesse őket arra, hogy hogyan tudnak önállóan és jól gondolkodni. Szervezők megkértek arra, hogy erről részletesebben is beszéljek, és én
még volt egy hét a konferenciáig, meg is kérdeztem a saját hallgatóimat, hogy én hogy tudom átadni nekik a tudomány szépségeit, vagy mivel motiválom őket. Miért van az, hogy este hétkor is a laborban mérnek, vagy éppen számolnak, ahelyett, hogy otthon pihennének? És elég sok válasz érkezett, de arra, hogy hogyan tudom őket, hogyan tudom nekik megmutatni a tudomány szépségeit, hasonló válasz érkezett, ami az volt, hogy azt látják bennem, hogy szeretem azt, amit csinálok, és szenvedéllyel tudom ezt csinálni, és ez rájuk is, rájuk ragad. Az, hogy hogyan motiválom őket, az már elég különböző volt. Az egyik hallgató azt mondta, hogy azzal motiváltam őt, hogy a projekt munkájára 3-ast adtam. És hogy ez olyan nagy pofon volt az életében, hogy utána úgy összeszedte magát, hogy most már az évfolyamának egyik legjobb hallgatója. Másik szakdolgozó azt mondta, hogy azzal motiváltam, hogy mindig dicsértem. Mindig kiemeltem azt, hogy miért és mit csinált jól, de azért elmondtam természetesen azt is, ami rossz. És egy másik hallgatóm azt mondta, hogy azzal tudom motiválni, hogy egyszer rá dörrentettem, és mondtam neki, hogy lehetsz te bármilyen okos, hogyha nem mész konferenciára, mert félsz a szerepléstől, soha senki nem fogja megtudni rólad, hogy te milyen ügyes vagy. Tegnap a főpróbán is elfelejtettem még egyet ugrani a képen, ez most is megvalósult, úgyhogy még egy képet szeretnék egy Geirán Gerfjordról bemutatni. Jó, hát még annyit szeretnék elmondani, hogy tavaly októberben védtem meg a disszertációmat, szereztem meg doktori fokozatomat, és akkor megint egy válaszút előtt álltam, hogy vajon most mit csináljak. Ugye eddig egy jó új terv szerint alakult az életem, hiszen eldöntöttem, hogy engem érdekel a kutatás, szeretnék ezzel foglalkozni. Kémia, BSC, vegyész, MSC, PhD. Végig nyomtam az egészet, de most hova tovább, mit szeretnék csinálni? Nem sok időm volt gondolkodni, mert a tanszék vezető még a védés előtt behivatott, hogy felajánlja, hogyha szeretnék, maradhatok az egyetemen oktatni és kutatni. És végül hosszabb gondolkozás után, de a férjemmel a Debreceni Egyetem mellett döntöttünk. A legújabb dolog az, hogy szeptembertől posztdokként fogunk dolgozni kint az USA-ban. A szervezők szintén megkértek, hogy erről részletesen beszéljek, hogy a posztdokként dolgozás az mit jelent. Senki ne aggódjon, nem fogjuk elhagyni a kémiát, hanem ott is szintén kutatni fogunk. És végezetül, hogy én is valamit szeretnék nektek adni, amit talán el tudtok vinni saját magatokkal, mai napról azt tudom mondani, hogy én azt tanultam meg az életem során, hogy azok az elképzelések, amiket én magam elé állítok, tervek, azokon érdemes és kell is változtatni. Nem szabad azokhoz a dolgokhoz ragaszkodni, amit akár kisgyermekként elképzeltünk, hiszen az én életemben is sokkal jobb döntés volt, hogy ott maradtam a kémián, megismertem férjemet, megszerettem nagyon a kutatást, témavezetőmmel találkoztam, akivel már nagyon jó barátok vagyunk. Továbbá az, hogy mindig olyan voltam, ezt még az előadás elején említettem, hogy mindig maximumot vártam el magamtól. Hát még ebben sokat kell fejlődnöm, de most már legalább, hogyha sok dolgom van az egyetemen, nem érzem magam rosszul attól, hogy nem pakoltam be a mosogatógépbe, vagy éppen nincsen kimosva az összes ruha és kivasalva. Úgyhogy annyit szeretnék még mondani, hogy szerintem zárásképpen, hogy egy egyetemi oktatónak az a feladata, hogy támogassa a hallgatókat, mert egy jó szó, egy bíztatás szárnyakat tud adni, ahogy Kati nekem is segített. És hát ez az én történetem, így lettem én fehérköpenyben, de orvos helyett vegyész és kutató. Köszönöm a figyelmet!